Yes. See if you have a few hours on anything. Köszönöm a megjelenést mindenki részéről. Javaslatot teszek a napi rendre. A kiküldött tudomásom szerint van a eltérés, illetve igen. A polgármesterünknek van bejelentünk valóban. Megállapítom, hogy határozat képesek vagyunk. Köszönöm szépen. Nyilvános ülést kezdünk meg természetesen. És a nyilvános ülésen 10. és 17. napi rendünk javaslom felvenni a nyári gyermekkörökeret finanszírozására kiküldött előterjesztés, illetőleg... Tessék! És bocsánat, hogy ez az egy napi rend van. Ki akarod? Bocsánat. Na, és a másik napirend, az pedig a főút 66 szám alatt ingatlan kertépintészeti munkára, munkávatára, vállalkozó megbízása és fedezet biztosítása, ugye ez a középélet körülötti udvarrészről van szó. Ez a kettő napirend. Köszönöm. Másnap van. Ha nincs, akkor egyenként felteszem, hogy a előterjesztett 10-es napi rendet felvegyük a napi rendre, aki egyetért, azt egyet a kezét. Köszönöm egy napot, és ugyanígy a 11-esre, aki megköszönöm egy hangon, akkor napi rendre vettük a 9 plusz 2. Napi rend szerint haladunk, van itt a 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, ez a nevelményhirdetés bontás, tehát ez majd egy ilyen egy adag, hogy mondjuk. De az egyes napi rendben kezdődik, egészségügyi szolgáltatók közüzemi költségkérdési díjának megállapítása előterjesztők is között. Igen. Itt arról van szó, amit már a kulturális bizottságban is elmondtam, hogy szeretnénk az egészségügyi szolgáltatók tekintetében egy egységes rezsiviselési vagy rezsi hozzájárulási rendszert kialakítani. Jelenleg ez nem működik egységesen, ráadásul ahol egységesen működik, az a mi orvosi rendelőben dolgozó egészségügyi szolgáltatók esete, náluk pedig a rezsi díjak megemelkedése váltott ki egy olyan igényt, hogy szeretné, hogyha valamiféle maximumban kerülne meghatározásra az ő fizetési kötelezettségük, mert ugye volt, amikor nagyon felmentett az energiadíjak, aminek ugye az lehet a következménye, hogy szívszérítést kaptak a számát láttam. Úgyhogy ezt én kértem a pénzügyi vezetőnktől, hogy dolgoztak, mit kidolgoztak, és az a javaslatom, hogy egységesen minden egészségügyi szolgáltató havonta 6000 forint rezsihozzájárulást fizessen. Igen, és egyebekben amennyi a száma, azt mi kifizetjük, csak ebben ugye ennyi fizetnek bele az orvosok, meg mindenki. Mert ugye volt vettünk mondunk a gyermekorvosi rendelő kapcsolatban, amit idején. Az ugye rendeződött, ahogy elmondtad? Hát azokat most rendezzük. Vagy most rendezzük. Most rendezzük tulajdonképpen. Ott is átíratjuk minden órát is már az önkormányzatra, mert eddig az egyik óra az önkormányzat, a másik óra az Ritka doktornő, tehát egységesítjük ezt a teljes rendszert, és akkor havi 60.000 forint be, vagy havi 60.000 forint rezsi hozzájárulás, azzal, hogy egy év viszonylatában majd visszatérünk ennek az ellenőrzésére, hogy ez így akkor reális, jól működik, megfelelő, nem megfelelő. És akkor villanás, gázlás, akkor mi lesz a szerződő felek a szolgáltatókkal? Tehát igen. Mi történik szerződést, vagy árat is esetleg, hogyha arra lehetőségünk lesz? Igen. Köszönöm. Tessék hozzászólni. Illetve a szolgáltatás kiegészítése. Megvan ezt átlag a bocsánat előtt, hogy készülünk egy ilyenre nagyságrendjére? Ők jöttek be hozzám, mert hogy sokan jár a
néha kijött magasabb rezsiszámlákat, meg az elszámoló száma, meg a nem tudom én mi, és az elvben megegyeztünk, az összegszerűséget azt abban nem egyeztünk meg, de én 60 ezerben javaslom, ennyit ki kell tudni fizetni. Tehát akkor nem jön vissza esetleg, amiatt az a dolog ide hozzánk, hogy mondjuk nem kívánják, hogy adják el, akkor ezt a 80. Hát ezt nem hinném, de kockáztassuk. Akkor a polgármester kockáztat, akkor ebben támogatjuk őt. Aki egyetért a határozattal, köszönjük szépen. Köszönjük, hogy 19-re lapot húztál, amit egyszer fogalmazta. A második napi rendhez köszöntöm Jasper Lórán töltetett a Kft. Vezetőjét. Megkaptuk a beszámolót elektronikus úton, azt a vastagányokat, az aki ment így a taggyűlésre is, meg az FV-re is. Ennek itt a könyvnek a változata van itt, ami szintén itt van előttünk. Kérdezem Lórán, hogy van egy kiegészíteni valója, mert azért nem könnyű időket ír a napja fajta gondolni. Hát tulajdonképpen... Kíváncsi kívánok! Tulajdonképpen az anyaghoz nagyon nincs hozzáfűző való, úgy gondolom az út teljes, ahogy van. Esetleg, hogyha igény van rá, akkor egy pár szót mondanék, hogy mi történt a decemberi taggyűlés óta a taggyűlés ünnepében. Tehát a taggyűlés hozott egy határozatot, hogy 4 polgármester és a magam van együtt keresse meg levélben a miniszterelnök urat, a TAKÖV Kft-t, és kérjük, hogy segítsenek ezzel a kialakult helyzetben, az energia, a ingyenes energia és az üzemanyag árban, amit hát elszabadult infláció ügyében. A levél megszületett január elején, el is küldtük miniszterelnök úrnak. Hát körülbelül 2 hónap múlva érkezett válasz, melyben leírták, hogy hát fejtsük ki, hogy mit akarunk, de egyébként meg alakulva van az új energiaügyi minisztérium, és ott egy államtitkárság fog foglalkozni a vízi közmű szolgáltatók helyzetében. Akkor megkerestük Páncél Károly képviselő urat, aki bevitt minket az államtitkárságra, tehát időközben megalakult áprilisban az államtitkárság, vagyis a minisztérium, és azon belül V. Németh Zsolt lett a vízügyekkel foglalkozó államtitkár, és ő fogadott minket. Polgármester úr volt, Kőszegi Zoltán polgármester úr Szabastól, Páncél Károly, az Andor, Jasper Andor, valamint én jó magam voltok államtitkár úrnál. Vittünk neki egy prezentációt, a TAKÖV Kft. Tulajdonképpen életéről, egy rövid bemutatót, eredményeiről. És hát ott felvetettük, hogy ezt így nem tudjuk tovább csinálni, tehát az energiárak annyira elszabadultak, hogy még tavaly 20-40 fillérbe került az elektromos energiának kilovattonként ára, ez még hozzájuk 16 forint körül rendszerhasználati díj, tehát a 36 forintot fizetünk. Hát már 40 forint. Jó, igen. Na, tehát 36-40 forint körül fizetünk energiárat, és ezzel szemben, hát amit láttunk, és amit decemberben mi tudtunk kötni szerződést, hát az bizony a 200-220 forint körül volt, hát innen láttuk, hogy ezt nem tudjuk kitermelni. Elmondta problémáinkat a bérrel kapcsolatban is, hogy azért voltak kötelező béremelések, és hát mi semmi segítséget nem kaptunk. A 2011, tehát az egy, vagyis a 13 óta, amióta volt a rezsicsökkentés, díjak be voltak, fagyasztva, stb. Stb. Államtitkár úr elmondta, hogy végülis jó helyen kopogtatunk, mert terve van véve, hogy azon önkormányzatokat is megsegíti a kormány, akik nem kívánják átadni a vízi közművagyonokat. De azt is mondtam, hogy erre 22 milliárd forintot különítettek el, és hát ezt kérni kell majd. Másnap
Tehát voltunk szerintem államtitkáról, másnak elment a kérőlevél, melyben összefoglaltuk az energiaárat. Ja, igen, még azt mondta, hogy 2021 és 23 közötti energia árkülönbséget, valamint a 2021 és 23 közötti kötelező béremelésből adódó különbségeket fogják meg támogatni. Tehát elment a kérőlevél, majd egy hosszabb szünet után megkerestem az államtitkárságot, és kérdeztem, hogy hogy áll a dolgok, és akkor a kabinetvezető asszony tájékoztatott, hogy nézd, hogy meg fogjuk kapni az állami támogatást. Ő akkor azt mondta, hogy hát itt a napokon belül megkapjuk a támogatási szerződést. Jó, hát az a hét eltelt, nem kapjuk, egy második következő héten újra hívtam az államtitkárságot. Hát akkor mondta, hogy hát kis csúszás van, de meg fogjuk kapni, nyugodjuk meg. Hát most akkor utána kaptunk még kiegészítendő dolgokat, tehát a béremeléssel kapcsolatos adatokat kellett megadnunk, és újfent meg kellett adnunk az energiával kapcsolatos adatokat. Ezt mikor beköltük, ezt az energia, a MEH, az energiahivatal ellenőrizte, jóvá hagyta, most úgy tudom, hogy körülbelül 2,6 milliárd forint körül fogunk kapni. Igaz, hogy 3 milliárdot kértünk, de én már mikor kértük, akkor mondtam, hogy hát 2,5 kapunk, akkor már ki tudunk jönni az idei évben. Hát bízom benne, hogy ezt meg fogjuk kapni, és hamarosan megérkezik a támogatói jogirat, és akkor azt ki fogják fizetni. Nálunk itt ám akkor azt mondta, hogy mikor nála volt egy április végén, hogy hát egy-két hónap, és akkor lesz. Hát most, jó számom, akkor május-június, tehát hogy július végén megkapjuk a pénzt, az nagyon jó lesz. Egyébként az elektromos művekkel meg tudtunk állapodni, tehát kértünk részletfizetési kedvezményt, valamint halasztást, meg tudtunk állapodni a NAV-val is, ugyanis a közmű adót be kellett volna fizetni az első részletet, valamint az áfára kértünk halasztást, megkaptuk mindkettőt, de az áfára azóta rendeztük. Tehát mikor már megtudtam, hogy megkapjuk ezt a támogatást, akkor ott mondtam, hogy ne fizessük kamatot, hanem fizessük ki. Nagyjából most itt tart a dolog, holnap lesz víziközmű konferencia Egerben, ott lesz államtitkár úr is, ő fogja tartani a nyitóbeszédet, ott akkor majd újra elkapom és érdeklődök, hogy áll a dolog. De egyébként a Bácsvíz ZRT vezérigazgatójával beszéltem, azt mondta, hogy most már hamarosan meg fogjuk kapni, tehát kicsit csúsznak a dolgok, de lesz pénz az idénre. Hogy jövőre mi lesz, azt még nem tudom, az majd az idő eldönti. Tehát nagyjából ennyi, tehát az idei évben a KFT működése biztosítva van. Engedjétek, hogy megköszönjem a Alsó-Németi Önkormányzatnak, az Alsó-Németi dolgozóknak juttatott 100.000 forintos külön havi díjat. Ezzel nagyon hozzájárultak ahhoz, hogy még van üzemeltet tőlem. Sajnos a Dököv KFT-nél a béremelés, vagyis hát a bérek olyan alacsony szinten vannak, hogy állítólag 550 ezer most a magyarországi átlagbér, hát nálunk 380 ezer forint a bruttó átlagbér. Most ezzel talán meg tudjuk tartani itt a dolgozókat. Ugye Alsó-Németi közel van a fővároshoz, fővárosban jóval magasabb bérek vannak, tehát örülünk, hogy egyenlőre tudjuk üzemeltetni. Nagyjából ennyivel szerettem volna kiegészíteni, ha valami kérdés van akkor. Köszönjük szépen. Tessék a tanácsolatokhoz. Én írtam egy levelet cégben, hogy indítanánk a jövő fényévig illalat közbeszerzést, de alá kellene gyűlni, illetve beleegyezni abban, hogy 70 forinttal indulunk neki, 24 milliónak a felével, ez 848 milliós fedezeti igazolás. Ennek fényében, hogy kapunk pénzt... Ezt már alá tudom érni. Ezt alá tudom érni. Alá merem írni, alá tudom.
Jó. A többit majd a fiad itthon lesz? Honnan? Nem, ő is ott van a konferencián, úgy van. Na, innen tőlünk ott mondta a konferenciára, hogy még elős is kérlek, tehát kaptam, hogy tetületére is meghívult. Nem csak a kivészesről. Hogy? Nem, ha szükséges, akkor lacitált. Jó, akkor én Andrót majd fölhívom, hogy milyen képletet alkalmazunk a szerződésbe, egy ilyen rókafogta csukát dolgoztunk ki. Ja, hát itt okosak nem lehetünk. Okosak nem, csak szép meg. Most milyen vásárolják az árat? Most az áprilisi ára már minden hónapban más árat van, mert képletes árat alkalmazunk, és most 90 forint volt a nettó. Ebből 56 volt a áramára, a többi pedig a LHD. Igen, de most olvastam, tehát a következő hónap az már jobb lesz. Még olcsóbb. Akkor ezek a napi háraknak a átlaga? Igen, tehát van egy képlet rá, hogy kezd állni, a TPS, de hát megvan ennek. Hát hál' Istennek, nagyon szépen megy. Hát 190-ről most már 90-nél tartunk. Januárra, mikor kibontottam és megláttam a számlát, tehát igazi szívemhez kaptam. Pedig olyan 80 millió forint körül fizettük a januári villanyszámlát, 369 millió forint volt a januári villanyszámlát. Igen, ennek az a veszélye, hogy állítólag nyár-ősztől meg az emelkedési korszakra fog eljönni. Hát már látom, hogy a gázban is hiába 25 most, azt mondta a közbeszerzőnk is nézi, 40-50 már a Q3-4, tehát a negyedik évek már mennek föl, 45-50-re. Hát persze most kezdjük föltölteni. Már föl van. Ahogy hiszen, nekik volt, amikor közel 300-200-300 lehet a szerződni erre az éve, úgy, hogy most a napjára az ilyen 60-5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 0-
forintra szerződött, és egy évvel előre, de aztán sikerült nekik valami jogi kiskaput találni, úgyhogy most már ők is a havi elszámolást. Jó, köszönjük szépen, ha nincs hozzászólás, akkor én javaslatot teszek arra, hogy a 22-től beszámoló fogadjuk el a kérdjetét, és javasoljuk az estületnek, hogy figyelmeztetek. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy akkor... Köszönjük most szépen. Indulsz is? Nem. Majd holnap megyek. Jó, további jó munkát. Köszönjük. Sági Péter felhívtuk meg, és
ő hozta be ezt a GOVS ajánlatot, és azóta lelevelezte vele a Rákos Laci, hogy hát ez akkor érvénytelen, mert a GOV-t meg se hívtuk. De azt mondta a Sági Péter e-mailben, hogy időközben ő, mint egyéni vállalkozó, nyert el másik felelős műszaki ellenőri feladatot, igen, és nem tudná egyéni vállalkozóként ezt a feladatot már elvégezni és kiszámlázni. Éppen ezért azt a céget, az a cég adott be ajánlatot, amelynél ő dolgozik. És egyébként kijelentette, hogy személyesen ő fogja ellátni a műszaki ellenőri feladatokat. Úgyhogy meg kell nézni, hogy ez mennyi, hogy ezzel mindegy. Hát ez a legjobb számszakilag, 14 millió, nem bocsánat, de igen, 780. Tehát van egyszer, egy első volt a komplex, 14.9, utána 14.860, és ez pedig 14.780. Ez így elég nehéz már a döntés, mert... Nekem abszolút nem nehéz így, mert tudjuk, hogy ez a GOV. Tudjuk, de meghívtunk három vállalkozót. Tehát mi döntünk? Ezt érvényesen nyilváníthatjuk, ha ezzel elolcsuk. Tehát ez a mi döntés, nem a különbség van, szerencsére. Nem nagy különbség van. Én annak örülök, hogy egyik sem ment 15 millió forint fölé, mert akkor nyílt közbeszerzést kellene írni. 120 ezer különbség van a második legjobb, a klím. Tehát itt érvényesség kell nyilvánítani ezt a GOV-es ajánlatot, mert hogy úgyis a Sági Péter fogja ellátni a műszaki ellenőri feladatokat, és akkor szerintem kérdés. Kérdezik meg egyre azt. Szóval a beszerzési szabályzatunk ilyen összetességben mondták el ezt a esetőséget, úgyhogy én azt gondolom, hogy mivel a beszerzési szabályzatot is maga a képviselőtestre fogadta el, döntött úgy, hogy ez esetben kivételt tesz, és tekintettel a De nem azt a, tehát amikor arról határoztunk, hogy milyen cégeket hívunk meg erre a feladatra, akkor ő nem volt össze, ami most nyertesnek tűnik. És azért ez nekem a helyzet. És annyira picit a különbség az ajánlatok között, hogy én most 1-200 000 forintért nem kockáztatnám meg, hogy az esetben érvényesnek nyilvánítjuk, majd később bárki a másik pályázó, kormányhivatal bárki ezt a döntésünket. Ezt a kormányhivatal megtámadhatja. Ez nem a szabadság. Nekem nincs olyan magáim. Ezt a egyéni vállalkozó, tehát a GOV-nél dolgozik, ezt azért hívtuk, mert már dolgozott, és... Nem. Ajánlotta a valaki ezeket. Egyet ismerek közülük, a közszerkészítő. A másik kettőt nem tudom ismerek. A komplex a közszerkészítő. Igen, a komplex a közszerkészítő. Krisztina. Tehát nem tudok más. Többieknek valami elmény? Mindenhány. Én a magam részéről, miután ez nem jogszabálysértő, semmi aggályosat nem látok benne.
az fogja végezni a munkát, aki eredetileg volt, az egy technika. Egy technikai kérdés. Határidőben beadta ezt a góvéres ajánlatot. Csak ugye nem tudta ezt tisztázni vele a Melinda, mert a Melindának fogalma nem volt erről az egészről. Ha a Rákos Laci lett volna, akkor rögtön tudja ezt tisztázni vele. Így az történt, hogy egy e-mailes levélváltás során tisztázódott az a kérdés. És ezt a clean szóval ezt nem tudom. Azért azt persze, hogy gyakorlatilag ezek egy formárok, mert 10 000 fontos különbségek vannak. Gyakorlatilag a 15 millió fontos árjáratoknál. Nem tudom, hogy különbségek nem átmenni még ott a megjelentésszerűen az árjáratban, és akkor nem. Hát azt mondtál, hogy elvül ezt ajánlották, hogy mondja, míg ezt a második helyzet, első helyzet, a második helyzet, de első helyzet, hogyha így tekintjük, akkor így szóljukról nem tudunk semmit. Hát nyilván nem véletlenül került be a előterjesztésben az idején. Ezt a Lákos Lacinak, vagy nem tudom, kinek ajánlották. Én biztos vagyok benne, hogy mindhárom céget, vagy a vállalkozót azért ajánlotta a Nőkormány Műszaki. Műszaki is, ahogy bármelyiket ő jó szinten ajánlja. Biztos vagyok benne. Én meg nem vagyok benne biztos. Akkor nem a szomorú. Hát kérem, akkor itt két dolgokról kell szavazni. Az első, hogy kizárjunk el. Ezt a Gómei Kft. Megülette a végül is nem a Sámi Péter, hiszen ő nem volt a felkívottak listáján. Polgármesterről azt javasol, hogy direkten ne zárjuk ki. Azt javaslom, hogy nyilvánítsa a bizottság, javasolja a testületek érvényesen. Hát azzal, hogyha az jön összeadásban, hogy nem, akkor érvényes. Lehet nyilvánítani. Hogyha? Hát amit én fölteszem, az negatívan nézőből, attól függően, igen. Akkor egyszerűen is csak. Oké. Határnyilatot teszek fel, mert szerint igen. Zárjuk ki, zárjuk. És például szavazunk, és akkor jól. Erről kell szavazni, így van. Módosított, így van. És módosítva, módosítás, módosítás. A főszavazás az arról lenne tulajdonképpen, hogy legjobbat ajánljuk a testületet, és akkor ki kell keresnek ki a legjobb. De itt most ez nem ezt módosított, hanem egy határdiamoslatot tesz fel. Mi szerint elhangzott szóval, hogy hogy történt, illetve nincs a sárvítételek ajánlata, de mégis van ajánlata egy hónapig köztül, erre teszem el egy határdiamoslatot. Mi szerint zárjuk ki. Ki ért egyet Rozna Miklóssal? 2, ki nem? 3, tehát nem zártuk ki, és akkor a képviselőtestületnek ajánljuk ezt a GoBKF nevében, és Ági Péter személyében, hogy 14.780.000 fontos nettó összegben 5 hétesi munkának a közőkonyha visszakerülését feladataival győztesnek. Aki ezzel így egyetért, 3, aki nem, 2. Köszönöm szépen, hogy kettőállnak. Ezt nem is döntöttük el, hogy következő napi rend. A fő 66 és 66A épületgépészeti üzemeltetési elváltás feladataira bedöntött pályázati bontása. Itt van. Három ajánlatot kérdett, 3 megküldtük ki. Az
első a Krisztman Attila helyére alakozó. Budaörös patkó 9. forint bruttó. Ő 360 ezer forint per hónapot ajánl nettóba. A 431-nek mennyi a nettója? Hosszú el valaki egy számítva. Van adószáma? Hát van adószáma, kettes. Kettő, akkor a YouTube-e szorítóra. Kettes. 340. A másik az nem kezdődik. De kiderül. Szám 1-es viszont ezért volt neki, hogy akkor kultúr nettó. Jól gondolom? Hát elég vállalkozó, és akkor nulla. Igen. Egyéb vállalkozó, és 1-es adószám, 1-33-as. Most aki terül a Krisztman Attila? Igen, a 1-es. Igen. Akkor azt nem kell elhozni, hogy 24-re. Aztán azt nem kell, ezt kell elhoztatni. Amit se kell. Nem kell, ezt se kell. Semmit. Jó, nem kell, azt azért nem kell, mert 1-es. A harmadik, ez egy KFT. Ez kettes, az biztos. Kibéli van Tech KFT. Kovács Bence, aki átutalással kéri. 300 ezer forint nettó áron, bruttó 381 ezer. Kiparadják. Így van. Sok, 360, ez pedig 300. Javaslom tehát, hogy a Tibérint egy KFT-t javasoljuk, hogy legjobb ajánlatot adott erre a feladatra, meg kívül képviseletesnek részt a valkegyetőt. Köszönöm szépen. És akkor a harmadik, a következő, aki a társítási akció pályázatra érkezett. Igen, három aktívat volt, az Európa 5 kercentrum, aki ugye ennyi is nem adott ajánlatot, annak viszont a Baliskert és a Micikert is már is nevekedett már. És akkor az egyes a Micikert. Én már talán nyert is egyszer, nem? Valami mintát, igen. Nem, ők hozták át. Úgy van, vállalták a kiszállítást. Igen. Nettó 7.810.000. Bruttó 9.918.700. Szeptember 30-ig érvényes. Ki volt írva az, hogy mit kell hozni? Ki biztos, hogy akkor azért nem készített. És végül a Baliskert, ugye gondolom. Hát az rága. 10.837.930 nettó. Kiszállítást vállalja, mögött a címekre, a provinciát cég nem vállal. Akkor a legjobb ajánlatot ismét a Micikert adta. Őt javasoljuk a képviselőtestületnek ellen egy győztes kérdődött ellen munkája kérdetét. Köszönöm, egy kapu volt. Öreg Tó utca aszfaltozásra kívül közbeszerzési eljárás előműködtetése. Ezt kiírteti, mert én nem látok itt a hozzá. Itt van egy határozati javaslat, ebbe levezettük, hogy kikaptak be. Igen.
és hogy a diamortóniája lett a legjobb 106.983.580 forint nettó összeggel, arra az esetre, ha nem kötnék meg mégsem a szerződést, akkor a határozati javaslat arról szól, hogy a második legjobb árajánlatot adó, a Vitéz 95 KFT-vel kössük meg a szerződést, aki 111.113.880 forintos ajánlatot adott, és erre a pénzügyi fedezetet biztosítson. Ezt a közbeszerző csinálta, ezt a határozati javaslatot. A bíráló bizottság határozati javaslatán alapul ez. A bíráló bizottságban benne van a Kótini Anikó, Támis Norbert, mint Fax, a dr. Lukovszki Marian, mint jogi végzettség, és Rákos László, mint műszaki szakértő. Tessék hozzászólni. Ha nincs, akkor én javaslom, hogy ezt a tárgyi javaslatot küldjük a képviselőtestületnek azzal, hogy fogadja el. Aki egyetért, köszönöm, ezt a megmondást. Egyet kérdeznék, ha minden megy a maga útján, körülbelül mikor kezdődhetnek a munkák? Szerintem az önállam készen. Ja, készen. Én ezt mi nem lehet, van moratórium, így van, tehát mi megvezetésnél várni kell. Nincs ebben, szerintem talán 15 vagy 10 vagy valami ilyesmi. Ez azt mondja, hogy jó múltban a rájtérni a szerződést. Igen. Hát ha ügyes a cég, akkor azt nyáron befejezik. Jó, igen, igen. Köszönöm. Átérünk a szumogérítéshez szerezett kérdéssel a különthez. Tájékoztatom önöket, hogy ezt tegnap tárgyalta a településre, azt is megújtott a sajtóság, és elfogadásra javasolja. Van neki más vélemény a kezdetben. Tavaly is volt. Ha nincs a kérdetért, köszönöm, hogy sajnálunk volt. Van itt egy nagyon kellemes napirend, megmondom őszintén. Nagyon kellemes. Egy, kettő, három hétponban, minden hétponban nagyon szép összegek vannak, és szerint az elhelyezett pénzeinket ilyen kamatok keretében kaptuk vissza, vagy pluszban kaptuk vissza, aztán valamiket újra befektettük, és még már lejárt 21.10-e és 31.-e között még hozott 9.000-ből. Tehát az egyébként 2-szer az volt hatásból 4.-e óta. A 13-ban 10 meg 9, szóval 25. Igen. De több is, hogy van való. Hát ez a kis nagyon kisebb tételek, de hát és nagyon lehes, hogy így megy. És egy hasonló határozat van, mint volt korábban, amikor szintén kaptunk ilyen beszámolót. Mi szerint, hogy ezt a előjelentett módosításod együtt kellene hozzá. Van ettől eltérő javaslat? Tessék, csak egy kérdés, hogyha most bekötjük újra, el is vonatkozik ez a 13,5%-os szakszó? Egy új július 1-től, július 1-től az adótörvény, az adótörvény választása. Július 1-e előtt lekötött betéteknek van valami. Nem vonatkozik, így van. Igen, csak hogy ez lejárt, de a szociális hozzájárulást azt kifizet. Azt nem csak magánszemély fizet. Hát azért kérdem, mert nem tudom. Igen, a szociális fényegében tessék, azt csak magánszemély fizet. És ugye annak van egy maximalizált összege, ha jól tudom, nem tudom mennyi, tehát 600.000 forint, és ha más keresményekből egyébként már kimaxolod ezt a maximális összeget, akkor további összegszerűségben nem tudom megveszed. Olyan, mint a nyugdíjban. De minden vonható össze. Tessék? Nem minden vonható össze, csak néhol
például bérnél nincs ilyen, valaki 100 millió forintot keres bérként, akkor az egész után elfizetni szocot. Viszont, ha csak amellett van, bizonyos szabjelnek, ott viszont már... Ott már nem kell fizetni. Vannak bizonyos helyzetek, igen. Jó, akkor azt írjuk azért, hogy jár mondjak utána. Jó, ez csak hát ez most egy felvetés volt, de azért kell jól látni ezt a vezetésnek, hogy tényleg. De egyúgy is előtt így valami most mondja, ezt én is hallottam, nagyon jutalmas nagyon, mint ezt a 84-ben. És hát a jó szavában is benne van. Egyébként ez csak elvileg november közepéig érvényes. Elvileg a vészhelyzetnek a, vagy ebben a pillanatban megfogják november szavítani, és akkor el is meg fog hozzáadni. Hát köszönöm szépen a tájékoztatót, elfogadjuk, és a tájékoztatás lesz egyet a kormányzati adunk, aki egyetért. Köszönöm szépen, hogy van. És akkor 9-es közvetlenési terv módosítása. Ezt is tárgyalta a bizottság, az előző tegnapi ülésen. Megvan az időnök a hova, hogy erről mi értem. Az a rektó. Aki egyetért, egy hangú, és akkor a B plusz határidat következik, illetve említeni ezt a stúdiót. Már gyermekfelügyelet, nem volt időm átolvasni, nem tudom másoknak volt-e, de kérjük, hogy olyan következik. Előző bizottság nem alaposan megtárgyalt, hogy szerintem az azt az égény területek illetékesek, akik kulturális viszont pedagógusok, iskolai igazgató, óvodavezető alaposan így látják a témát. Arról van szó, hogy a gyermek jóléti alapszolgáltatások között a gyermekek nyelvi felügyeletét biztosítani kell azok számára, akik más utamúban nem tudják megoldani az elhelyezését a gyermeknek, és mondjuk a szülők dolgoznak. Június 30-áig az iskolában lesz ez a lehetőség, augusztus hónapban a Művelődési Ház szervezett Erzsébet táborokat, tehát oda jelentkezhettek, akiket az érintett maradt a július hónap, amelyet nem tudtunk befelni, és ezt úgy próbáljuk megoldani, hogy pedagógus végzettséggel, vagy valamilyen szakirányú végzettséggel rendelkezőket megbízási szerződéssel foglalkoztatnám. Most már úgy néz ki, hogy a júliusból 3 héten már van erre személyünk ismét, egy hétre keresünk valakit, és ezeknek az oldalját szeretnénk elfogadtatni a kultúrán nézetőnök a jólás. Erről szól a határozatban, hogy a 23 kilométeres hónapban biztosítani a pedagógus részét a kultúrhálózatban, hogy a megbízási szentélyezőt javasoljuk, hogy mit akartulani. Aki egyetért? Köszönöm. És végül ennyi a városügyi is lehet az utolsó. Külkapmányos számú ügyletben felkészíteni. KEP-EIT szertív munkáig a vállalkozott kiválasztás legyen a biztosítás. Hát ezzel kapcsolatosan már Zigolyát bíztam meg azzal, hogy aki itt régen végezte a kertépítési feladatokat a takarékszövetkezetnél, ismeri, hol jó, hol nem jó, ez az öntöző rendszer már nem nagyon működik. Ugye a sok építészeti munka, meg a karbantartás hiánya miatt, ami nem nekünk felróható, hanem a takarékszövetkezet életek keresztül minél foglalkozott kellett tenni, mint ezt a Zsuzsától megtudtuk a spórolás jegyében. Úgyhogy tulajdonképpen a Krigeni Zsuzsán keresztül felvette a kapcsolatot az Igolya ezzel az emberrel, helyszíni szemle, bejárás, átgondolás, és ez jött ki belőle. Arra is javaslatot teszünk, hogy vegyük ki a beszerzési szabályzat hatályalót, és tudjuk megkötni minél hamarabb ezt a szerződést, hogy minél hamarabb elkezdjék ezt a munkát, azért, hogy egy szép küllemű
polgármesteri hivatal legyen, ne csak a épületét tekintve, hanem a kertét tekintve is. Még van kiegészíteni való? És ez a kézzel mellé volt, akkor ugye már többet. Az lett elfogadva. Igen. Itt kihúztak belőle, amit látjátok fönn. Az első sor tétele az egy azonnali jelenlegi helyzetnek egy kicsit a rendezését tartalmazna. Tehát kiszednék most a tisztelőbokrok, a levegnek azt, amit le kell elszállítanám, és amikor az összes többi tétel, az már magának a nagy beruházásnak a leírását tartalmazza. Ezt az azonnali munkálatokat, ezt a polgármesteri hivatal ki tudná fizetni a cégnek, és a másik részét az Abilán keresztül vonnám meg. Van-e kérdés? Kérdés nincsen. Most vagyok túl egy két éves kertfelújítás, ami fejemben vannak. Nekem ez nem nagyon-nagyon korrekt összeg nekünk egy minden után. Akkor ezt jó hallani és megmutatsz, mert nagyon nem vetettük, hogy köztünk alá ezt az ajánlatot, hanem hát azon vagyunk rajta, hogy miután itt a nyáron a kunkon, minden amarabb mindegyszerűen. Köszönöm a más hozzászadás, nem csak a javasoljuk a területeket, a területeket. Ezzel a nyilvánosan is bezállom, köszönöm a érdekében, de mindig folytatjuk.